Ismét nagy sikere volt a gólyabálnak, amelyet másodszorra szerveznek meg az Áprili Lajos Főgimnázium tornatermében. A bált egy előválogató előzte meg, ahonnan 8 pár, Barabás Réka és Lupu Dániel Leonárd, Vágási Vivien és Szabó Ákos, Lázár Andrea és Pál Szilamér, Jakab Péter Emese és Kovács Róbert, Sípos Anett és Kristály István, Szabó Eszter és Gyulai Nagy Zoltán, Szakács Brigitta és Komáromi Arnold, Boga Edina és Benedek Zoltán jutottak tovább a döntőbe, és pályázták meg ezzel a Miss Mister címet. A tovább jutottaknak a 12-es diákok ismét érdekesnél érdekesebb, élménydús próbákat szabtak ki. A párokat a tanárdiákokból álló zsűri értékelte és választotta ki ezúttal a legjobban teljesítő lányt és fiút, Jakab Péter Emesét és Gyulai Nagy Zoltánt. Az eseményt egy fergeteges buli koronázta meg. Te lettél az idei gólyabál misszje. Milyen érzéssel tölt el ez? Mindenképp nagyon boldog vagyok, és egy felemelő érzés, hogy én lehetek az áprili missze, de azonban nem számítottam erre, és most meglepődött vagyok, de azonban nagyon örülök is. A gólyabál előválogatóval kezdődött, amint tudjuk, be is jutottál. Készültetek-e a pároddal a döntőre, vagy nem? Hát az előválogatotton nem igazán voltam megelégedve magammal, azonban mikor elmondták, hogy ténylegesen bejutottam, akkor nagyon örültem. Igen, készültünk a párommal, igaz, hogy az utolsó percben készítettük el azt a színdarabot, amit szerettünk volna, de úgy látszik, jól sikerült, és ezt értékelték is. Köszönöm szépen, és nagyon gratulálok az elért eredményehez. A gólyabál versenye előválogatóval kezdődött, amint tudjuk, be is jutottál. Gondolkodtál-e a pároddal azon, hogy készülni kéne a döntőre? Esetleg valamivel készültetek? Igen, is gondolkodtunk. Már azelőtt egy jó pár héttel el is terveztük, hogy fogunk gyakorolni, de hát ez sajnos nem sikerült, mert nekem se, neki se volt ide. Az utolsó héten, ugye azt hiszem a bál előtti második-harmadik napon gyakoroltunk csak a táncokat és a szerepet. Köszönöm szépen, és gratulálok! Melyik próbától féltél a legjobban, és mely sikerült szerinted a legjobban? Hát a legjobban az énekléstől féltem, mivel tudtam, hogy egy picit bizonyítanom is kell, de úgy gondolom, hogy jól kijött, és sikerült. Legjobban az előadástól, szóval a színdarabtól féltem, mivel utolsó percben készült el minden, és ezért nem voltam maga biztos, de szerencsére jól sikerült. Volt olyan pillanat, amikor érezted, hogy na tényleg, ez most annyira jól sikerült, hogy van esélyed megnyerni a Miss címet? Hát örültem, mikor voltak ezek a logikai kérdések, hogy igazán olyan kérdést kaptam, amit tudtam, és jól is válaszoltam le. Azonban ténylegesen féltem én is, hogy hogy fog sikerülni, és nem voltam annyira magabiztos, hogy tényleg én nyerem meg. Köszönjük szépen! Melyik próbától féltél a legjobban? A legjobban az énekléses próbától féltem, mivel hogy nem voltam biztos, hogy ismerem a számot, és hogy ottan fogok aztán nekegni, makogni. És ezzel szemben hogy sikerült? Ezzel szemben hát mondhatom, hogy az első része nem olyan jól, mert nem tartottam közel a mikrofont és nem hallatszódott, de a második része talán elég jól. Köszönjük szépen, gratulálunk az elért eredményedhez. Zsűritagok közül egy. Jó, mit szeretnék kérdezni? Nem tudom, hogy szerintük így első hallásra ki volt az, aki megnyerheti a Miss Mister címet? Na jó, hát akkor vessünk egy pillantást a gólyabál terembe, ahol most nagyon jó buli van. És a gólyák nagyon jól érzik magukat. És nem csak a gólyák. Lássuk, milyen buli csapod nekünk. DJ Szabbi! Vajon Gyuszi mondana nekünk valamit? Nem, félnek a kamerától. Megyünk helyre benne, és nagyon jó. Nagyon jó bepillantást nyerhetünk a buli hangulatába. Itt, mint látjuk, egészen jó buli van. Valószínűleg nem látnak semmit az arcunkból, de nagyon jó buli van. Kérdezzünk meg egy zsűri tagot! Jó, szeretnünk akkor egy vakut.
Na most meg fogunk kérdezni egy zsűri tagot. Nagyon jó hangulat, közben keressük. Szia Timi, mi a véleményed a mostani gólyabárról? Szép volt, nagyon jó volt. Ez volt a legjobb. Bepillantást nyerhetünk, ez volt itt a büfé. Kérdezzük a büféseket. Mit gondolnak az idei gólyabárról? Nagyon magas! Yes, I can. Doubt better leave or run up with this plan. Pull me, grab me, grabs in a bucket, can't have me. I'll be the president one day. Jam every first. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking that gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new. Érzitek magatokat a saját gólyabályotokon? Nagyon jól! Köszönjük! Mulassatok továbbra! Hogy érzed magad a gólyabálon? Nagyon jól! Csak nagyon jól! Tessék? Csak nagyon jó! Nem, szuper! Ez az, köszönjük! DJ Szabi, hogy telik a buli? Jó, jól telik, nekem is, és remélem nekik is. Jó hangulat szerintem? Persze, nekem tetszik, aztán remélem mindenki meg lesz elégedve a végén. One second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got a heart of 20 men. No fear, go to sleep in the... Sos, köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen a figyelmet! Nagyon-nagyon jó a buli, és mi is bekapcsolódunk. Köszönjük, viszontlátásra!